kórus tagokkal, annak ellenére, hogy nem tudtak személyesen találkozni, több produkciót is összehoztak az elmúlt hetekben. Honnan jött az alapötlet, és mit kell tudnunk ezekről a produkciókról? Amikor beállt az életünk a koronavírusos helyzet miatt, akkor eljött annak az ideje, hogy éreztük, hogy hiányzik az együttlét. Természetesen szabályokat nem akartunk áthágni, és természetesen jogosnak is tartottuk ezeket az óvintézkedéseket, maradt az online együttlét. Mivel az interneten sok példát látunk erre, hangszeresek, hogy összejöttek, sőt, nagy sztárok, énekesek készítettek home office-ban felvételeket, arra gondoltunk, hogy mi is megpróbálhatnánk, mert eléggé vagányak a kórus tagjai. Első körre 12-en tudtunk ebben részt venni, mert nyilván ennek technikai feltétele is vannak. Mostani a másodikkel már 20-an vagyunk összesen. Hogyan sikerült összeszervezni, milyen feladatok voltak szervezés terén? Nem volt egyszerű. Az első produkció egy hónap alatt készült éppen a szervezések miatt. A végére nagyon begyorsultak a dolgok. Mire felvettük mindenkivel a kapcsolatot, mire megteremtettük ezeket a technikai feltételeket, addig eltelt 3 hét, úgyhogy az aktív munka az tulajdonképpen 1 hét alatt lezajlott. Hogyan látja, mitől erősek ezek a produkciók? Miért volt jó benne részt venni? Új helyzet, rengeteget lehet tanulni belőle. Magam is meglepődtem, hogy milyen nehéz úgy énekelni, hogy zenei alapra, társak nélkül megvalósítani azt az igényt, amit az én fülem kíván. Így jobban megértőbb is vagyok a többi kórustaggal ez miatt. Technikailag mekkora kihívás volt ez, hogy gyakorlatilag mindenki otthon rögzített felvételt, ebből kellett egy egészet létrehozni? Hát ez nagyon nagy kihívás volt, főleg zenében, ugye a hangszereknél most stimmelni kellett a hangszereknek, egyiket összehangolni a másikra. Ugye úgy készült, hogy először a gitárt csináltuk meg, aztán arra rávette a hegedű szólóját, a gitáros a gitár szólóját, a dobos meg a dobját, az mondjuk azt nem kellett hangolni szerencsére. Utána ezekből én összevágtam a zenei alapot, és aztán ezt küldöttük szét az énekeseknek, 20 énekesnek, azért az 20 énekes hangját feldolgozni szólamokra szedve úgy, hogy stimmeljen, és nagyon sokszor bizony előfordult, hogy amikor kórusba éneklünk, akkor a karnagy integet nekünk, tehát tudjuk, hogy mikor kell pont. Itt meg azért egy ilyen 10 másodperces belépő is már ilyen visszhangozásnak tűnik a felvételen, de azt gondoltuk, hogy ezen nem fogunk változtatni, ha ez ilyen, akkor ilyen, ennek ez a jellege. Aztán elküldték a hangzóanyagot, ugye azt némán vették föl fülhallgatóval, utána abból összevágtam a teljes zenei alapot, és úgy küldtem el vissza az énekeseknek, hogy most már aztán jöhet a képi anyag, amikor hát majd látszik a felvételen, hogy a második felvételünkön is, hogy ott is azért nem csak egyszerűen kiállnak és énekelnek, hanem mást is csinálnak. Úgyhogy, és aztán ezt összeraktam egy kis videóba, na az sem volt egyszerű. Mennyire erős ez a csapat, hogyan látja, mennyire erősítette még jobban meg a csapatot az, hogy külön-külön kellett dolgozni, de mégis egy közös célért? Ez egy nagyon jó csapat, nagyon régóta együtt van, nagyon szeretjük egymást, és nagyon hiányzik az éneklés nekünk. Ezért volt talán egyszerű összehozni ezt a dolgot, hogy az elsőben kevesebben voltunk, másodikban már jöttek a többiek felizgulva az első sikerén, vagy felindulva erre. És ami viszont hát technikai problémát okozott, hogy azért van közöttünk olyan ember, aki nem ért a technikához. Tehát önmagától ezt nem tudta megcsinálni, a gyereke elment, segített neki, kiderült, hogy ő se sokat ért hozzá. De aztán végül is csak összeállt a dolog. Az meg talán a patináját adja ennek a felvételnek, hogy vannak egészen kiváló minőségű képfelvételek, és hát vannak nagyon gyenge, 5 évvel ezelőtti technológiával fölvett telefonos videók, de ez is azt gondolom tényleg a fényét emeli ennek az egész produkciónak.